Köszöntöm a Kultúrzug nézőit, és köszöntöm a stúdiónkban Kitty Bích Tuitát, vietnámi, zuglói kollégánkat, aki a művészetek világból toppant most ide, elhozott 3 könyvet, de beszélünk még a filmezésről is, mert a filmhez is nagyon sok köze van. Szia! Szia! 3 éves korod óta Magyarországon élsz, és ráadásul Zuglóban. Hogy alakult a sorsod, hogy ide csöppentél? Ez egy nagyon hosszú történet. Anyukám jött Magyarországra először a testvéremmel, mert neki szüksége volt orvosi kezelésekre, és Magyarország nagyon jó volt. Vagy a 80-as években tényleg? Ezt nagyon jó hallani, mert ma ellátás. Ezt nem mondhatjuk el. Igen, régen sokkal nagyobb híre volt Magyarországnak arra, hogy itt a gyerekeket jobban tudják ápolni. És akkor így került Magyarországra anyukám, és az első lakás, amit bérelt, az Zuglón volt, a Tököli úton, és azóta is ki sem mozdultál Zuglóból. Zuglóból nem, de ugye a környéken azért költöztünk párszor, most itt a Városligetnél lakunk, de ez természetesen még mindig Zuglóhoz tartozik. És az iskoláidat itt is Zuglóban kezdted el? A Liszt Ferenc általános iskolában tanultam, és később a Szent István gimnáziumban. Mellette a Szent István Király konzervatóriumban tanultam 14 éven keresztül, a Záborszky Kálmán. Hangszeren is? Hangszeren, igen. A zongorán 11 évig, 3 év hárfa, és 5 év a Zuglói Philharmonia és Oratórium kórusban, amit Záborszky Kálmán vezetett. És ott zenéltél, vagy énekeltél? Ott csak énekeltem. Ott meg énekeltél? Igen, énekeltem, mert... A hangszereket B-osztályban végeztem, azért nem azok, akik nem a konzervatóriumban tanultak, hanem mint zeneiskolai részlegen. Szóval nem, a zenét nem főpályámként választottam, hanem másod. Hát akkor a Zugló az tényleg meghatározó az igen. életedben, ahhoz képest, hogy most már nem is nagyon élsz itt, mert Párizsban, ahogy hallom, ugye? Igen, Párizsban élek a férjemmel, aki olasz-francia, és a kisfiunkkal is ott lakunk, de nagyon sokat jövünk haza, főképpen ingázunk. A forgatások miatt. Igen, forgatások miatt. Még egyet elfelejtettem Zuglóval kapcsolatban, amikor még általános iskolában jártam a Liszt Ferencben, akkor a barátnőmmel együtt táncoltunk a akrobatikus rock and roll csapatban, ami itt volt a Zegzug, itt a Hermina vége van, a Zegzug közösségi ház, ott voltak az óráink, és ott léptünk föl nagyon sokszor. Akkor még sok emlék is köt ehhez a kerülethez. Igen. De hát bejártad a világot, mert az iskoláidat nem csak, ha jól tudom, a Pázmányon végezted el, hanem Angliában is, Londonban? Nem, Bournemouth-ban, az Angliában van. Igen. A tengerparton. Igen, Dél-Angliában, a tengerparton, és ez egy filmművészeti egyetem volt, és ott végeztem a forgatókönyvíró szakon. És ott írtam meg a 120 perces nagyjátékfilm forgatókönyvét, amiből később könyv lett, 2018-ban egy regény. Ja, és ez az a könyv, amit elhoztál nekünk. Igen. Ez volt az első regény. Igen, ez az első 120 regény. Perces forgatókönyv. És ez lent, vagy Angliában forgatták is? Nem, ez csak forgatókönyvként íródott meg. Nagy álmom volt, hogy egyszer, de még mindig bennem a 10 éves tervben, hogy hát egyszer majd film lesz belőle, és azt javasolták nekem a kollégáim, hogy mi lenne először megírnám regénybe. Ha esetleg így haladjon egy kicsit ez a projekt, hogy minél több ember megismerje a történetet, és akkor hát a közelebb kerül majd a filmvilághoz, amely egyszer megfilmesítsék. Hát egyrészt ugye, ezt még nem is dicsértem, hogy csodálatos a te magyar tudásod, és magyarul írod a könyveket is, ezeket igen. a mesekönyveket, a Varázsecset, úgymond sorozat most már. Igen. Megjelent az első kötet, második, igen. És a harmadik most már angol fordításban is, ha jól tudom. Igen, ugye? És van egy új sorozatom, ez a Varázsecset, az utazónapló.
ez nem egészen regény, egy történetet fűz egybe, de a gyereknek részt kell venni a feladatokban. Szóval megy a történet, és a gyerek választhat, hogy hova szeretne tovább lapozni. Hoppá, szóval, tehát akkor igen. Be van írva, hogy a 26. oldalról ugorja 70. Igen. Ha ezt a forgatókönyvet szeretné. Igen, ha ezt a történetet szeretné folytatni, akkor van egy probléma esetleg, hogy meg kéne találni valamit. Hol találjuk meg, a könyvtárban, vagy a varázsló műhelyében? Ha a gyerek azt mondja, hogy menjünk a varázsló műhelyében, akkor át kell lapozni a mondjuk a 72. oldalra, és ott vagy egy csapdába esik, ahonnan ki kell szabadulni, szóval egy kicsit a szabadulós játéknak a érzete is megvan, vagy ott meg kell oldani feladatokat. És ha túl van ezeken a megoldásokon, akkor tud tovább lapozni egy másik oldalra, hogy a történet folytatódik tovább. Ez csodálatos, mert ugye a digitalizált világban ezt ott a számítógép képernyőjén nagyon könnyen meg lehet oldani, igen. De azért egy könyvben ezt kivitelezni nem egyszerű. Igen, azért a számítógép az annál egy kicsit könnyebb, hogy választhatod, hogy A, B, C, vagy D, vagy jobbra, vagy balra mész, és akkor gondolom a programozók ezt már igen, pillanatok alatt igen. Is vagy, igen, azért igen, is lapozgatni. Itt lapozgatni kell, itt azért a saját fantáziavilágodat is használnod kell, a saját tudásodat is kell használni. És akkor ez azt jelenti, hogy több forgatókönyv van a történet végére, és akkor ezek végül összeérnek, vagy ezek elválasztódnak egymástól? Igazából az egész történet arról szól, hogy a gyerekek választhatnak, részt vehetnek a történetben, ők választják, hogy merre menjenek. Milyen korosztályról beszélünk? Ez 8-12. 8 és 12 éves. Igen, 8 és 12 éves korosztálynak. De valahogy mégis én irányítom a történetet, hogy a végén egy történet levezetése legyen az egész kalandnak, de persze, amikor választhat a gyerek két opció közül, az egyik egy csapda, vagyis egy zsákutca, és ha megoldja azt, ki tud szabadulni a csapdába, akkor ugyanúgy visszavezetem arra az oldalra, amelyik, ha esetleg az jó ajtót választotta volna, ami az szintén oda vezetett volna. Szóval igazából valamilyen szinten vezetem is a gyereket, hogy hova kell mennie, de és mégis benne van az, hogy választhat. És ugye utazó napló, ráadásul egy, igen. Tehát akkor hova utazik a gyerek, és mi lesz a folytatás? Leonardo a főszereplő, és a társa Francesco a majom. Ők a 17.-18. században élnek Firenzében, és a varázsecset segítségével a különböző korok varázslói meg tudják hívni, mint a Leonardo mestert, hogy segítsenek nekik, vagy megfesse a királynő portréját. Most az első könyvben Egyiptomba kalandozunk, vissza Kleopátra a világában, de a következő epizód lehet mondjuk Mátyás király udvara, vagy lehet Kolumbusz Kristóf kora, lehet a nagy kínai császárságkora, szóval bárhova mehetünk. Te a magyar történelemben is akkor teljesen otthonosan mozogsz, igen. Hisz itt jártál iskolába. Mennyire érzed magyarnak magad, és mennyire vagy még vietnámi, és utazgatsz, tehát hogy alakult az életed? Én azért nagyobb százalékban magyarnak érzem magam. Itt nőttem fel, három éves korom óta itt élek, de természetesen anyukám vietnámi, ő is azért nagyon sok vietnámi kultúrát próbált belém injektálni, próbálom tartani a vietnámi kultúrát is, de ez egy picit nehezebb, főképpen, hogy kicsit messze vagyunk a családtól, meg a országtól. Nagyon sokat utazom most, mert hogy a férjem szintén filmes, most már egy 2 éves kisfiunk, és most per pillanat nem dolgozom aktívan, most tértem vissza a filmes világba újra, és akkor mellette írom a könyveket, és akkor járjuk a férjemmel a Európában, több országban voltunk, Franciaországban, Olaszországban, Belgiumban, szóval megyünk, amerre a férjem vissza. És te is, mint rendező asszisztens dolgozol, és hát igen. Gondolom nagy filmeken is dolgoztál. Mesélj a filmvilágról nekünk. 2012-ben költöztem vissza Magyarországra, és azért Nagy-Britanniából. Igen. Uh-huh. Forgatókönyvíróként elég nehéz elkezdeni a karriert. Miért? Hát azért ez egy kisebb csoport, és itt is beajánlások alapján, meg tapasztalat alapján fognak fölvenni, mondjuk egy tévésorozat epizód írójaként, vagy
nagy filmek forgatókönyvírójaként. Így elkezdtem a filmezés, mint rendezőasszisztens, beletanultam, több mint 12 évet csinálom most már lassan. És nemzetközi filmeket. Igen, forgatok, 2014 ugye? Óta sikerült bejutom végre a nemzetközi filmekben. Dolgoztam a Szányos fejvadászban, Harrison Ford, Ryan Gosling együtt. Az igen. A Vörösverében. Nagyon irigylünk. A Vörösverében Jennifer Lawrence-el, Joel Edgerton, vagy most volt a két év a King, amiben volt a Timothy Salamon, uh-huh. aki szintén a most főszereplője a Dűnének, ami a most Dűne, megy a igen, mozikban. Igen. És még sorolhatnám, nagyon hosszú a lista. Ami... Mondjuk ebből a szempontból szerencsés vagy, hogy Budapestre jönnek ezek a nagysztárok, mert itt nagyon jó filmstúdiók vannak. Igen, ugye, és egyre több van Korda, a Origo stúdió, van a Pomázoni stúdió, szóval elég sok stúdiónk van. És te több helyen dolgozol, vagy ez hogy van? Hát igen, ez attól függ, hogy a maga kivel a film. Kivel szerződik le a film, ugye? Meg attól függ, hogy a helyszínek mit kér a maga a forgatókönyv. Ha belvárosi helyszíneket kér, akkor természetesen a belvárosban forgatunk, de ha olyan helyszínekkel, mint a stúdióban is meg tudnak építeni, akkor valamelyik a sok stúdió közül ott dolgozunk. Melyik volt a legnehezebb pillanat az elmúlt években forgatás közben? Hú, legnehezebb. Vagy nem tudom, színészekkel a... Szerintem az a legnehezebb, amikor a rendező hirtelen megváltoztatja a elképzeléseit, és a stábnak úgy tényleg egyik pillanatra azonnal cselekedni. Igen. És a rendezőasszisztensnek ilyenkor sok dolga akkor van. Nagyon sok dolga mindent van. Előről kell kezdeni. Igen, vagy nem is egészen mindent előről, de hogy azért nagyon sok szervezési munka van az egész, hogy ez az egész film majd a vásznakon legyen. Igen, de valószínűleg ilyenkor mindig jobb lesz egy kicsit, nem? Mert igen, az emlékek megszépülnek, igen. De akkor nem akar az ember abba lenni. Igen. Most még nem szép, de majd később, amikor a vászon látjuk, akkor igen, az és lesz. És melyik filmet szeretted a legjobban eddig? Melyik filmet? Mert azért még sok áll előtted, attól tartok. Én nagyon sokat dolgozom francia filmekben, uh-huh. Azokat nagyon szerettem. Más a mentalitás. A franciák lazábban dolgoznak, kicsit ők máshogy, más a munkamorál. Azt nagyon szerettem. Igen, ez a ráérünk még? Vagy, kicsit ráérősen, egy kicsit szórakozottan, egy kicsit könnyebben veszik, ugye? Nem ilyen feszes vagy? Nem, vagy igen, az amerikai filmekben, főleg az amerikaiak, az angolok elég feszesek, elég határozottak. Azért, mert az időhöz akarják tartani magukat? Igen, mert gondolom, a francia filmek kicsit kisebb költségvetésű filmekről szól, és az amerikai filmek meg nagyon sok pénzről szól, és gondolom, ott azért szigorúan veszik, hogy minden meg legyen, ne csúszunk ki az időből, minden a költségvetésnek megfelelően költse el a produkcióhoz, igen. Vagy én gondolom, hogy ott nagyobb a felelősség. Persze mindennél nagy a felelősség, de valahogy ott még nagyobb a felelősség. És nagyobb a feszültség is. Igen. De hát adott esetben lehet, hogy egy ilyen feszültebb filmben részt venni, úgymond nagyobb karrier igen. lépés meg a számodra meg sokat is. Lehet tanulni igazából, mert hogy mit itt... Mit lehet tanulni? Igen. Emberi kapcsolatok. A színészekkel gondolom nem könnyű. Igazából meglepődnél, mert hogy a legtöbb nagy színész, ők nagyon szeretik úgy bánnunk velük, mint egy ők is normál barátok, uh-huh. emberek tehát lennének. Tehát nem ilyen távolságtartó. Nem, abszolút nem. Ők van, persze vannak kivételek, de legtöbb színész nagyon közvetlen, nagyon kedves, szinte mintha 20 éve ismernénk egymást, úgy viselkednek, mint kivel a tényleg. Kivel tudtál a legjobban dolgozni? Én nagyon szeretem Joel Edgertont, uh-huh. Ő neki voltam két évig is a személyasszisztense, szóval néha rendezőasszisztens is vagyok, néha személyasszisztens. Nagyon szerettem a... Nem is tudom, annyi név van, hogy már nem hát sem emlékszem igen. rá. A Harrison Ford is nagyon kedves volt, a Ryan Goslingot is nagyon szerettük. Hát pedig nekik lenne mire úgymond tartással. Igen, nem, abszolút. Néha leállnak meg beszélgetni velünk, hogy voltam. Persze az általános kérdéseket megkérdezik, hogy vagy, mit csinálta a hétvégén, de hogy ez is jól esik az embernek. Egyébként nincs is több időm egy hosszabb beszélgetésre, de ez a pár mondat mindig benne. És mennyire szeretik Magyarországot, meg a magyar forgatást?
Én azt vettem, hiszen nagyon szeretik Magyarországot, egy nagyon szép város, és nagy kulturális lehetőségek, igen. Meg azt szeretik a külföldi színészek, hogy kimennek az utcán, és nincsenek papa... Nem ismerik meg. Igen, most kevesebb ember ismeri fel őket az utcán, nincsen paparacik, akik követik őket. Értem. Ez nekik egy mennyország, ezt mondták nekem, hogy otthon azért nem tudnak úgy kimenni, hogy nem lohol mögöttük 20-100 millió ember, nem tudnak úgy kimenni egy boltba, nem tudnak úgy elmenni vacsorázni. Itt mondták, hogy fel se ismerik. Ez jó. Sokszor jó. Őket. Ide pihenni jönnek akkor. Igen. Kedves Kitti, köszönjük, hogy eljöttél a stúdióba, és nagyon sok sikert kívánunk a könyvekhez, meg a leendő filmekhez is. Köszönöm szépen.